Séra Károlyra üdvélünk itt egy tetováló szalomban. Mennyire népszerű manapság a tetoválás? Hát úgy gondolom, hogy a tetoválás az népszerű, inkább az emberek hozzáállásával és az anyagi helyzetével van egy ilyen probléma. Mikor kezdődött ez a tetováló őrület itt Magyarországon? Hát ezt én pontosan nem tudnám lenyilatkozni, mert amikor én elkezdtem tetoválni, akkor azért már elég felkapott volt a dolog. Tehát ennek köszönhetően álltam neki én is a tetoválásnak. Tehát először tetováltattam, és később jött az a gondolat, hogy tetováljak. De biztos, hogy a 90-es években már előre haladott volt valamilyen színvonalon. Hát akkor körülbelül egy ilyen 20 éves fejlődési évet látsz, tudsz ebben a szakmában, ebben a művészetben. Szakma vagy művészet? Hát szerintem nem jó szó rá a művészet, holott szeretik kollégák esetlegesen használni magukra. Szakmának sem mondanám, mert ugye nincsen szakmásítva, tehát nem tanítják. Bizonyos szinten taníthatják is, meg van erre próbálkozások és lehetőségek. Inkább ez egy ilyen önfejlesztő dologból kialakult. Hát nem is tudom, minek nevezem a tetoválás, ez tetoválás. Hova fejlődött 20 év alatt? 20 év alatt csak te fejlődtél, vagy maga a tetoválás is fejlődött? Hát ahogy a tetoválók fejlődnek, természetesen tetoválás úgy fejlődik. És a világszínvonal húzza maga után a dolgokat. Tehát egy jó tetoválónak mindenképpen törekednie kell arra, hogy tudjon fejlődni. És oltári nagy különbség van a 20 évvel ezelőtti tudásszint és mostani között. És a technikai szint? Hát vannak már új korszerűsített tetoválógépek, én nem magam nem azokat használom, én a hagyományos tetoválógépeket használom, de a felszerelést állandóan fejlesztik. De azt hogy kell elképzelni, úgy mint egy fodrásznál vagy egy fogorvosnál, hogy jön az ügynök, hogy na, megint kifejlesztettünk egy új hajfestéket, megint kifejlesztettünk egy új fogtörést? A sztár tetoválókat, azokat meg is keresik. Tehát az ő nevükkel reklámozzák ugye az új termékeiket, és az ilyen tetováló rendezvényeken, tetováló expókon, tetováló versenyeken ott ugye a felszerelés forgalmazó cégek megjelennek mindig az újításokkal, és ők próbálják ezt a tetoválók felé ugye reklámozni. A kuncsapszoknak a hány százalékkal visszajáró vendég? Hát nekem az én kuncsaiknak szerintem több mint 90% az dörvendég, tehát visszajáró vendég. Hát kevesebb, mint 10% az, aki nem ajánlás alapján jön ide, hanem csak úgy benyit, hogy ez egy tetováló stúdió. Volt-e valami igazán extrém kérés ott a pályafutás alatt? Vagy gyakorlatilag mindegyik kérés extrémnek minősíthető? Hát ez attól függ, kinek mi az extrém. Tehát ha már nyakat varrunk valakinek, az az átlag emberek számára extrémnek számít. Én örülök, hogy ilyet bevállalnak. Egy elméleti feltételezés, hogyha valaki tényleg fejbuktól talpig szeretné betetováltatni a testét, ez úgy időbe meddig tartana, hiszen nyilván ezt az időbe meddig tartana, ez nem a 24 órás munkanapra vonatkozik, hanem a test mennyi idő alatt tudja egészségügyileg feldolgozni ezt a kérdést, mennyi idő alatt tudsz te végig menni így a testen, hogyha ilyen feladat adódna. Teljesen szervezetre válogatja, kinek milyen gyorsosabb gyógyulása. De mondjuk átlagosan egy adott felületet 2-3 hetente lehet folytatni és megdolgozni. Persze különböző felületeken lehet ettől gyakrabban és sűrűbben is dolgozni, tehát egymástól távol eső felületeken. Ez nagyon az emberek egészségi állapotán és bőrtípusán is múlik. Aki jártasabb a tató világában, felismeri-e egy tetoválásra, hogy ki készítette, hogyha mondjuk csak a pécsieket nézzük? Igen, elég nagy pontossággal megmondható ránézésre, hogy kinek a kezmunkáját viseli valaki a bőrén. Tehát te például mész a utcán, vagy mész egy buliba, akkor ránézésre megmondod, hogy gipszi a kapot kitetováltak. Nagy valószínűséggel, igen. Tehát ezt 10-ből 7-8 alkalommal első ránézésre meg lehet mondani. Mi jelenti a szakma krémjét? Mitől válik igazán jó tetováló? Hát, hogyha most abból indulok ki, ugye van egy világszínvonalú tetováló világ, és ebbe kik vesznek részt, akkor mindenképpen hozzájuk viszonyítjuk ugye a minőséget, és ezek az emberek, ezek rászületett tehetségek. Tehát nagyon sok gyakorlással, odafigyeléssel el lehet érni a színvonalat,
de a világsztárokat, azokat azért nem lehet utánozni, mert csak abból az emberből fog olyan színvonalú tetováló válni, akiről szintén kiderül egy pár év után, hogy rászületett tehetség. Tehát az ő meglátásaikat azt nem lehet technikális dolgokban lekötni, hogy az miről is szól, mert egy belső világ működik az, amit a kezükön keresztül a bőrbe tudnak vinni. Te személy szerint melyik stílust szereted jobban tetoválni, vagy melyik, milyen ábra világot szeretsz jobban tetoválni? Hát én a színes tetoválásokat szeretem a legjobban, de nem nagyon lehet azt mondani, hogy most ilyen stílust, vagy olyan stílust, vagy amilyen stílust, mivel hogy nem nagyon tudunk válogatni. Tehát Magyarországon minden egyes olyan dolgot, ha a mi stílusunk, hanem a mi stílusunk, meg kell próbálni magas színvonalon kivitelezni, mert erre van igény. Tehát nem válogathatunk, hogy én csak ilyen és ilyen stílusú tetoválást is szeretném készíteni. Próbálom erőltetni természetesen, de hát nem nagyon tehetjük meg. Mennyire drága dolog a tetoválás? Mennyit kell áldozni rá? Hát itt vidéken a mai átlag emberek kereseti az mértem nagyon drága dolognak számít. Egyre jobban nem is tudják kifizetni az emberek a tetoválást. Ezért van az, hogy mindenféle egyéb lehetőségeket próbálnak választani. Tehát így már nem a minőség, hanem az összeg alapján történik a kiválasztása a mintának. És ez egyre rosszabb. Tehát az évről évre követhetően egyre rosszabb lesz. Drinking